Forrás Rádió. Mindig veled. Ebben az órában pedig főszerepben a gasztronómia, legalábbis hát így verbális szinten mindenféleképpen vendégünk, ugyanis Pesti István séf. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, Tatai ugye a helyszín, mert hogy te ott kezdted el a munkát, talán még 2015-ben ugye a Platán étteremről beszélünk, és azért is szoktuk emlegetni, hogy Pesti István Michelin csillagos séf, bár ugye nem a séfek kapják azt az tisztázat. És tegyük gyorsan tisztába, hogy az elején. Tegyük gyorsan, hogy a hely, mert hogy te egy olyan helyről jöttél, ahol valóban kiérdemeltétek, kiérdemelte az étterem akkora a Michelin csillagot. Na most azért ez egy nagyon nagy érdem, tehát itt a Michelin csillagokkal elkezdtünk foglalkozni egy kicsit a háttérben, ezért ennek a története elég régre nyúlik vissza. Kicsit segítsünk jó így a hallgatóknak, hogy azért a Michelin csillag nem csak egy jó hangzó csillagocska, hanem az egy komoly presztízs. Hát ma a világon a leghitelesebbnek tartott médium, úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlenül dolgozik rajta sok ember, sok étterem, hogy ezt megkaphassa. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az elsődleges olyan tényleg igazolása arra, hogy az ember jó úton halad, amit a Michelin kalauztól lehet megkapni. És hogyha valakinek ismerős ez a név, hogy Michelin, akkor az ugye a gumiabroncsokról lehet ismerős, mert hogy régen ugye azok az úriemberek, akik a gumiabroncsokkal foglalkoztak, ők megalkottak egy ilyen guide-ot, egy ilyen turista könyvet, egy útvonal tervet, ami alapján ugye csillagokkal jelölték meg azokat az éttermeket, amelyek menők, amelyek jó, szép ételeket hoznak létre, az alapján, hogy kopjon a gumiabroncs, menjetek nyugodtan, vásároljatok. Egyébként az üzletet is fellendítette, csak hogy ez most már jobban kinőtte magát, ez nem csak egy szimpla úti kalauz, hanem emögött komoly szakmai gasztrotársadalom áll. Olyannyira, hogy már le is vált tulajdonképpen a Michelin cégtől. Most már önálló működik a kiadvány, úgyhogy ők teljesen leváltak, ami egyébként tényleg a méretéből adódóan teljesen értető. De tényleg arról szólt annó is, hogy az emberek menjenek ki, utazzanak, jönnek be autóba, és tényleg kaptassák a gumit. És hogy adtak erre egy ilyen olyan tájékoztatót, hogy ha már ember elmegy valamerre, akkor és meg kell állnia valahol, akkor azért hol érdemes megállni, miért érdemes valamiért. És ez a meghatározása is a Michelinnek, hogy mi az a hely, ami miatt, ha arra megy az ember, akkor nézze meg, és vannak a helyek, ami miatt érdemes, főleg a három csillagra szokták ezt mondani, hogy ami miatt egy külön utat megér a hely. Úgyhogy ezek így vannak definiálva, hogy különböző, hogy ha már arra megy az ember, akkor érdemes benézni, vagy amiért, ha ott van, akkor azt mindenképp oda kell menni, illetve, hogy az ember üljön be, és már csak amiatt is érdemes beülni autóba, vagy valahova, hogy ezt meglátogathassa. Úgyhogy ez így van definiálva. Ez engem mindig is érdekelt, István, hogy egyébként gondolom, hogy itt azért nagyon sok szempont alapján ítélik meg, tehát hogy nem csak az, hogy beülnek, finom az étel az önmagában, gondolom csak, hogy egy szempont lehet a sok közül, hogy mi mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy mondjuk egy étteremnek legyen esélye egyáltalán mondjuk egy ilyen rangos minősítést megkapni. És úgy fog erről is beszélni, mint aki nem vagyok én Michelin ellenőr, hogy amit én csak úgy tudok, vagy elmondtak, hogy az első csillagnál azért főképp az étel az elsődleges szempont. Egyszer volt alkalom beszélgetni Michelin ellenőrrel, mert akkor pont még a régi munkahelyben ott mi jeleztük, hogy nem leszünk nyitva, és mondta, hogy még elmegy egy éttermet megnézni, de azafelé szívesen leül velünk beszélgetni, ha már úgyse tud minket tesztelni, és ő elmondta, hogy ő az első csillagnál csak az ételt nézi. Azt érdekli, hogy milyen tányérban van, milyen evőeszköz, milyen a szervíz. Sőt, ő azt szokta mondani, vagy azt szokta, hát azt mondta akkor nekünk, hogy ami ki van írva az első szó, ha az egy hús, akkor azt a hús lesz, amit ő meg fog nézni első körben, és utána a többi hozzávalókat nézi utána, és úgy ez az ő tematikája. Úgyhogy az első csillagnál azért az étel a főszempont, és a következő csillagoknál vannak már azok a ételek, ami a bor, a szervíz, és az egyéb ilyen, amit az összélményt is értékelik benne. Igen, itt nézem ugye, hogy alapvetően ilyen kritéria van, hogy a minőség, konyha, technológia, stílus, ár, érték, arány, meg a fejlődés. És azért ez nálad is szempont, mert itt olvastunk ám rólad különböző cikkeket, mert hát azért az nyilván egy tök nagy dolog volt, hogy Budapestről egy olyan étteremből, amely megkapta a Michelin csillagot, Pesti István úr Tatára jött, és akkor azóta te folyamatosan itt dolgozol. Na és ilyen cikkeket olvasgattunk, és akkor ott gyakran titulálnak téged a legszebben tálaló séfnek. Hogy nálad ez akkor egy nagyon patikának kell kinéznie az ételnek, azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan kapja meg a vendég az ételt, mert az onnan kezdődik maga az élmény.
Hát most köszöget fogok pufogtatni, de ugye azt szokták mondani az ember először ugye a szemével. Eszik vagy kóstol. Nekem az esztetika mindig fontos szempont volt, de ennek megvan a maga mellékzöngéje is, hogy biztos szép, de akkor ízben nem jó. Én nagyon sokat dolgozom azon, hogy az íz az egy nagyon fontos szempont nálunk is, és szerencsére most már az eljutottunk arra a szintre, hogy persze szép az étel. Ezt most már szerintem könnyebben el lehet írni, sok helyen, sok étteremben nagyon szépen tudnak tálni. Vannak trendek, vannak jobban lekövethető dolgok. Ez már szerintem nem akkora nagy kunst. Jó ízűt főzni az már szerintem nagyobb feladat. Úgyhogy ez megtisztelő volt akkor nagyon, és tényleg nagyon jó esett ez az embernek, de mondom, ez nagyon sok munka van benne, hogy az embert elfogadják arra, nem csak szépen tálal, hanem azért itt van mögötte azért szakmai tudás is. Úgyhogy ez egy ilyen kettősség az egész azért. Hát is megy egy szűrőn egyébként, tehát hogy meg kell mutatni, ugye nyilván a csapatban dolgoztok, tehát hogy Pesti István ugye a nyilván az étterem vezetésért, a konyha vezetésért felel, de ugye ott még sokan dolgoztok ti együtt egy konyhában. És ha elkészül az étel valaki által, akkor az át kell menjen Pesti István szűrőjén? Tehát lecsekkolod, vagy akkor milyen minőség ellenőrzés zajlik? Mert azért gondolom, hogy itt nem mindegy, hogy mi az, ami kimegy, és mi az, amit átengedsz. Hát első körben egyértelmű, de ezt nem is úgy tesszük meg, hogy oda megy Pesti István, akkor jól megmondja magáját az ételről, hanem ez egy közösen megkóstoljuk többen, a csapat megkóstolja, és akkor mindenki elmondja a véleményét. Uh-huh. És amikor látjuk benne, hogy van egy pont, ha megakadunk, akkor van az én feladatom, hogy akkor ezen a holtponton átlökjem, átoljam az egészet, és akkor olyan dolgot mondjak, tegyek hozzá, amitől az étel jó lesz, vagy jobb lesz, vagy megkapja a végső formáját. De tényleg azt gondolom, hogy ez a legfontosabb benne, hogy itt nem csak én alkotok ételt, nem csak én tálok ételt, nem csak nekem van ebben dolgom, hanem a srácoknak is együtt dolgozunk, és ez egy pont a lényege, és ez a érdekessége, hogy nagyon jól hangzik, hogy én séfként itt tudok itt szerepelgetni, de tényleg itt nagyon sok ember, nagyon sok munkája van egy ilyen ételek mögött, meg éttermi élményben, úgyhogy ez egy tényleg szó szerint csapatmunkáról van szó. Ja, érdekes egyébként tényleg így a közös munka, meg az is, hogy milyen fejlesztéseken esett, tehát ugye maga a hely, mert hogy mondtad, hogy ugye amikor idejöttél, akkor például a kertészetben is gondolkodtatok, és most már ugye ez nyilvánvaló, hogy kertészettel is, hogy a saját alapanyagok legyenek, friss alapanyagok, innen folytassuk, jó, mert ez érdekel például, hogy mennyire számít az, hogy honnan szerzitek be az alapanyagokat, milyen minőségű alapanyagokat meg kell összességében használni. Ugye a vidéki éttermiség, amiről itt egyébként adáson kívül is beszélgettünk, meg nemrég ugye egy rendezvény kapcsán is beszélgettünk erről, hogy az vajon mennyire van fejlődőben és feljövőben a Magyarországon, mert szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Innen folytatjuk, tehát ha bárkinek a gasztronómiával kapcsolatban lenne kérdése Pesti Istvánhoz, akkor nyugodtan tegyétek, írjátok. Jó, 0620 978 9785. Mai vendégünk tehát Pesti István séf. Vendégünk Pesti István séf, és ugye ott hagytuk abba néhány perccel ezelőtt, hogy vajon ez a vidéki éttermiség, mint olyan, ez mennyire van ma Magyarországon feljövőben, mert adáson kívül azt azért mi itt beszélgettük és elárultad, hogy korábban azért ugye elsősorban Budapestre koncentrálódott, akár a Michelin csillagoknak a megítélése is. Igen, ez azért lesz az első alkalom, mikor a Michelin a vidéket is elkezdte tesztelgetni, és számos nagyon fontos az, hogy, és ez volt az én első leges célom annó, mikor még vidékre jöttem, hogy egy következő stáció a magyar gasztronómiában a vidéki gasztronómiának kell valahogy felzárkóznia, és én ebben nagyon hiszek és hittem akkor is, és szerencsére a dolog az úgy fejlődik és megy előre, úgyhogy most már egyre több olyan tényleg komolyabb jegyzett vidéki étterem a Magyarországon, ami miatt ami jól ismertek. Hát azért egy anyukám mondtátok, kezdve egy kis tücsök étterem, egy pajta étterem, stb. Azért vannak most már olyan emblematikus vidéki étteremek, amiket azért az emberek Magyarországon már azért jól ismernek, majd be tudnak határolni, hogy mit képvisel. Egyébként a Platán is kezd ilyen emblematikus étteremmé válni, vagy már az? Tehát ez már az. Én is azt gondolom. Nem akarok álszerény lenni, meg nem akarom, nem udvarságból hagytam ki magunkat, de hát én azon a pajta befutotta azt a távot 4-5-6 év alatt, amit azért úgy egy több étterem azért 10-20 év alatt tudott teljesíteni. Mint a Platán. Platán, így van, így van. Így van. Platán, azt gondolom, hogy nagyon büszkék arra, hogy a Platán ma egy meghatározó étterem a vidéken, sőt, tehát ugye a gurmé éttermünk,
amiről majd talán ejtenék egy szót, hogy második évben, én most két év alatt megkapta a legjobb vidéki étterem díját is. Ó, igen, hát arra mindenképpen ejtsünk szót. Teszem hozzá, hogy tényleg az lenne a cél, főleg a vidéki étteremnél, ugye, hogy itt nem az elhelyezkedés miatt válik mondjuk egy vidéki étterem kifejezetten ismerté, vagy közkedvelté, vagy nagyforgalmúvá, hanem az a lényeg, hogy mondjuk olyan helyekre is ellátogassanak, ahová tényleg kitérővel lehet mondjuk esetleges alkalommal csak eljutni. Mondjuk a Platán pont nem ilyen, mert hogy ott pont itt beszéltük adáson kívül, hogy annak az egész környezete úgy van már kialakítva, és itt a vidékiségben nem csak az éttermek kerülhetnek bele, kell, hogy belekerüljenek, hanem ott van ugye mellett az Eszterházi kastély, nagyot ment ugye az évfája szavazáson, a Platán, rögtön ott van ugye a több mint 200 éves Platán, tehát ezek mind-mind olyan látványosságok, hogy így együtt kell, hogy valamilyen vidéki stílust kialakítsanak, és gondolom azért ez nektek, mint étterem is fontos. Ti nyilván a gasztronómiai részét képviselitek, de az is fontos legyen, hogy akkor a többiekkel együtt karöltve tudjatok valamit létrehozni. Hát igen, mindig azt szoktam elmondani, hogy mi csak elrontani tudjuk ezt az egész hangulatot, mert ez a öreg tó is környéke, a kastéllyal, a várral, meg úgy ámlogtata, hogy annyira minőségi helyszín, hogy tényleg az ember, aki ül a tópartra, a Platánfa alá, akkor nem is Magyarországon lennénk, hanem Svájcban vagy Ausztriában minimum. Úgyhogy ez egy olyan jó energiák vannak ott szerintem, hogy én is mindig meglepődöm rajta. Illetve tényleg én is látom azt, hogy valaki eljön úgy a Platánba enni, hogy itt jön rá, hogy milyen szép tata. Hm. Vagy nem volt még soha Tatán, vagy nagyon rég is nem is emlékezett rá, hogy ez ilyen szép. Na de akkor együnk jót. Ahhoz viszont nagyon jó alapanyagok kellenek, és itt olvastam például, hogy neked elsődleges szempont az volt, hogy akkor a vidékre, hogyha jössz, ha érkezel, nagyon szívesen tetted, akkor az legyen az elsődleges, hogy akkor saját alapanyagokból is tudjatok létrehozni szép ételeket, finom ételeket. És akkor ehhez meg kellett egy kertészet, ami most már egész jól működik. Szép nagy kertészettel dolgoztok? Igen, a szép nagy az mindig relatív. Én azt gondolom, hogy és tényleg ez volt az elsőleges szempont, amiért Tatát választott, most nem a környezet, nem a háttér, hogy van kertészet. És ez mindig jó hívószó volt, ez a farm to table-ös vonal, és ezt a kevés helyet tudta valójában megélni, megcsinálni. És tényleg van lehetőség arra, és szerencsére a kertészünk Vera nagyon jó partner benne, hogy olyan dolgokat tudjunk előállítani, ami tényleg boltban nem megvásárolható például. És ezek olyan lehetőségek, amit ki is kell használnunk, ki is kell tudnunk használni. Emellett mi az, amiben még mondjuk az elmúlt években sikerült masszívan előrelépnetek? Hogy érzem, hogy az alapanyag az egy dolog nyilván, de azért itt akad még néhány, amit ugye meg kell tenni ahhoz, hogy mondjuk folyamatosan tudjon egy étterem fejlődni. Hát akkor, ha elénk kezdhetem, akkor az ugye ez mi, itt vagyunk 7 és fél éve, 13 éve működő étteremben, itt nagyon tematikusan építettük fel az egészet, hogy alakítsuk úgy át az egész koncepciónkat, hogy ez egy ne egy ilyen, legyen szakadék a most tartunk, meg legelén tartottunk, hanem egy nagyon tudatosan, szépen építettük fel az egész dolgot, hogy egy ilyen átmenet jól működjön, és azt gondolom, hogy ezért is váltunk ketté, most már másfél éve, mert ugye volt az étterem, Platán étterem, és most már beszélünk Platán bistróról is, Platán gurmé étteremről. Az eddigi étterem lett a bistró, mert párhuzamosan indult egy olyan szakmai munka, hogy már a bistró és a fine dining vonal valahogy egy térben működött, és már látszódott, hogy teljesen más típusú vendégköre van ennek az egésznek, és ennek a végkifejlete volt, hogy szerencsére meg tudtuk azt is oldani, fel tudtuk építeni, hogy van egy külön fine dining éttermünk, ami számomra nem büszkeség, mert amikor meg érkeztem ide, akkor én ezt láttam, ezt a lehetőséget benne. Nem is pont így, de benne volt az opció, hogy annyira jó a egésznek a lehetősége, a méretei, hogy ide ki lehetne futni. És ezt szerintem rajtam kívül nem nagyon látta senki, és nem is hitte el senki, hogy nem fog fél év után visszarohanni Budapestre, hogy jaj, tényleg vidéken nem lehet. Hát nem, hát 7 és fél éve már itt vagy, nem? Hát bizony, és mondom, ez egy nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy ez a dolog, ezt végig tudtuk csinálni, végig tudjuk csinálni. Haladunk előre, és mindig fejlesztjük a dolgainkat, és tényleg mindig az a lényege, hogy jobb és jobb tudjon lenni.
Tehát akkor István, jól értem, hogy akkor úgy működik az étterem, hogy két különböző kategóriájú vendéget tud kiszolgálni, de egy helyen, tehát igazából egy épületben található, de van akkor a bistró rész, és akkor van pedig kifejezetten, ami a fine diningra megy rá, az pedig a gurmé étterem részleg. Ez teljes mértékben, és teljesen van egy, mondhatni, egy házon belül vagyunk, aha, de egy teljesen elszeparált, különálló konyhával, különálló személyzettel, minden teljesen külön van. Egymás mellett dolgozunk tulajdonképpen, de egy teljesen elszeparált és teljesen önállóan működő egységként működik a gurmé termünk is. Egyébként mekkora igény van a fine diningra? Itt beszélgettük adáson kívül, amikor megérkeztél, akkor ugye rögtön bedobtam én például ezt, hogy szerintem a különböző ilyen főzős műsorok miatt most már a fine dining az jóval elterjedtebb lett, és jóval többen vannak tisztában ezzel az egésszel, mint akár néhány évvel ezelőtt. De kérdés az, hogy ezzel együtt mondjuk mekkora igény mutatkozik erre, ti mit tapasztaltok? Ahogy kinyílt egyébként így a világ, és az embereknek van igénye arra, hogy, hogy minőségrendeltest is megpróbáljanak, hiszen ezek a vacsorák, ezek a fine dining vacsorák, ezek nem csak arról szólnak, hogy bemegyek és akkor jól lakom, mert EPS vagyok, és ennem kéne már gyorsan valamit, hanem egy olyan egész estés élmény az egész, ami miatt az ember ott tud ülni, 3-3,5-4 órát mondjuk adott helyen, vagy akár többet is. Ezt a dolgot kell hozzá egy igény, ennek vannak anyagi vonzata is, szóval ezeket nem, amikor ez nem a hétköznapok vacsorája sokszor, hanem inkább azt gondolom, hogy az ember alkalmanként is nem véletlenül, úgy beszélt Michelinről, hogy az ember néha úgy keres, hogyha már akarok egy ilyen helyet megnézni, akkor kellnek azok a hivatkozási alapok, ezek különböző guide-ok, amire az ember úgy dönt, hogy most akkor, na akkor ezt most érdemes megnézni, vagy ezt most mondjuk pont nem. Ja, ezek az események azok, amik a degustációs menüsornak hívjuk, ugye? Tehát, hogy akkor nem mindenből egy ilyen nagy porciót, hogy akkor kegyetlenül jól lakunk, hanem hogy mindegyikből ez akár lehet 10 fogás, akár 12, based on true story, mivel hogy nálatok pont ez a 2 van, ugye 10 meg 12 fogás, hogy akkor mindenből egy kicsit, és akkor össze kell párosítani egy kis borral, vagy bármilyen más egyéb kísérő itallal. Ez egy kirándulás egyébként, tök érdekes, mert az egyik étterem pont ezt fogta meg, hogy akkor ez egy ilyen izgalmas kirándulás lehet, ösvények, te járod be, te párosítod össze. Azért ez egy nagyon nagy élmény lehet. Mik a tapasztalatok egyébként a vendégek részéről? Mert nyilván ők ezt a különleges élményt akarják megkapni, azért mennek oda egy ilyen degustációs menüsorért. Egy ilyen étteremnek mindig kell lenni egy üzenetének, kell lenni egy olyan koncepciónak, amitől a dolog más tud lenni. És ez a lényege, pont a vidéki éttermeknek ez lehet a nagy vonzereje, hogy ki tudja használni azt a helyi sajátosságot, amire tud ő alapozni, és ez is lenne a fő szempont szerintem, és ezért jó az a vidéki, furánkozik, hogy nem vagyunk az őrségtől kezdve egészen Szabolcsig, vagy akár Borsodig el lehet menni, minőségi étteremeket megnézni, mert ezek a helyek tényleg olyan, nem egymásnak konkurenciája, hanem szépen ki tud építeni igényt, hogy vidéken is lehet már minőségben enni, és ez nagyon jó, inkább azt gondolom, hogy összetartó erő, mint egy egymással való ellenállás tud lenni. Na, jött egy kérdés, és akkor egy picit elmegyünk zenélni, és akkor szerintem kelleni is fog, hogy átgondold, mert Hajni például arra kíváncsi, hogy írt nekünk egy üzenetet, hogy nekem csak az lenne a kérdésem, hogy Komárom-Esztergom megyének van-e a megyére jellemző étele, mert hogy ők voltak egy versenyen, egy országos versenyben kellett volna a lányomnak, de mi nem találtunk erről semmit. Jobb hiány jókai bablevest főztünk, ami egyébként nagyon menő dolog, és neszmélyi rétest szolgáltunk fel. Az mondjuk tényleg nagyon helyi, de hogy nagyon kíváncsi tőled, István, hogy esetleg honnan lehet utána járni, vagy neked van ebben tapasztalatod, egy kicsit gondold át, és akkor innen folytatjuk, jó, hogy mi az, ami jellemző a mi régiónkra. Pesti István séf, tehát ma reggel a vendégünk, innen folytatjuk már is. És továbbra is a gasztronómia, a főszerepben itt van velünk Pesti István séf, és hát ugye Hajni érdeklődött, Lábatlanról írt nekünk egy üzenetet, hogy akkor mi a helyzet itt a régióban. Tehát nekik az volt a feladatuk, hogy akkor valami Komárom-Esztergom megyére jellemző ételt, vagy különlegességet varázsoljanak, és hirtelen nem jutott más eszükbe, mint a jókai bableves. De azért ezen kívül vannak ilyen helyi sajátosságok, és az előbb pont utaltál rá István, ugye, hogy nektek az lenne a lényeg, hogy a helyi értékeket erőltessétek. Igen, és akkor talán indulhatom messzebből is, hogy mi az, hogy magyar gasztronómia, mi az, hogy magyar konyha. És pont szerintem a legfontosabb feladatunk ma
aki ebben dolgozik, hogy valahogy újra megtaláljuk azt a vonalat, hogy mi az a magyar konyha, amire úgy lehet hivatkozni majd hosszú távon, és megtaláljuk azokat az autentikus, tényleg magyar konyhára jellemző alapokat, dolgokat, amitől mi tényleg lehet beszélni magyar konyháról. Szóval nekünk fontos dolgunk ezt újra felépíteni. Szerintem most ezzel még hadilában állunk. Most mindig ki van találva egy-két olyan étel, most a Dödöle szegény, ő van most Iporondon, aki mindenki Dödölét csinál most, ha kell, ha nem. Én nagyon szeretem. Úgyhogy nincs ez a baj, nem a Dödölével. Szegényen nincsen baj, nem a étele van baj, hanem az, hogy kivettünk megint egy elemet a magyar gasztronómiából random módon, és most ha kell, hanem az most így étlapon van. Korábban volt itt már a szerencsétlen lángos, meg futott be ilyen. De még a lecsóval is mentünk, szerintem egy jó nagy volt, kör. Igen, az is, és azt gondolom, hogy feladat az lenne, hogy ezek az ételek szépen, tudatosan, és ne egy ilyen hirtelen felkapott felindulásból legyenek elővéve, hanem tudatosan használva kezelve legyenek. És akkor válaszolván próbál a kérdésre, mi is azon dolgozunk, hogy itt Komárom-Esztergom megyében mik azok a helyi értékek, és az én olvasatomban az a sváb konyha az, amire lehetne hivatkozni, és kéne is hivatkoznunk, szépen beépítve. Be kell valljam, hogy én is inkább ott tartok most per pillanat, hogy inkább az a klasszikusokat próbálom ma megmutatni, és beépíteni az étterem menüjébe, ami inkább a nagy magyar klasszikusokat valahogy kicsit modernizálva megmutatni. Itt például most nekünk étlapon lesz majd a vadastól kezdve a tojáslevesség, a rizses húsig, és még van egy pár olyan dolog, amit így meg akarom mutatni még, hogy milyen lehet ma 2022-23 környékén ezt valahogy megmutatni magasabb minőségben. Mennyire nehéz újat mutatni? Van új a nap alatt a gasztronómiában még? Igenis, meg nem is. Én is mindig azon vagyok, hogy hú, valamit én most mire eljöttem, ilyen jó pofa dologra eljöttem rá, és nem telik rá pár nap, és látom, vagy valami online felületen, vagy újságban, vagy valahol, hogy ezt már valavilágon hasonlóképpen, vagy valami hozzá nagyon-nagyon jellemző módon már valaki ezt csinálgatja, vagy csinálgatta. Úgyhogy így azt gondolom, hogy nincs új nap alatt, amellett meg mi is magunk mindig valami felé haladgatni, fejlődgetni, és felhasználni az információkat. Előrébb lépni mindig. Úgyhogy ez ilyen kettősség, igen, van is, meg nincs is. Hát meg nekünk mondtad itt adáson kívül, ugye, akkor ezt hangosítsuk már ki, hogy ugye folyamatosan a technológia is fejlődik, tehát a konyha technológia már megengedi azt az előállítási módot, meg azt a következményt, amit aztán a tányérban látunk, amerre előtte nem volt példa, tehát hogy muszáj lekövetni, és hogyha tényleg újítani akarsz, akkor ezt neked kutya kötelességed ugye beépíteni, hogyha szeretnéd a vendéget meggyőzni. Hát a technikai tudás ugye minden szakmának az alap feltétele, és most nagyon messzire elmennék elkezdeni mondani, hogy az oktatás az mitől nem tartott, miért nem tartunk ott. Ez technikai tudás, ez miért ennyire még nem mindenki szem elérhető és egyértelmű, de feladatunk egyértelműen ez, hogy ezeket dolgot használgassuk, illetve ugye most nagyon trendes skandináv konyhát, onnan megint bejött egy csomó olyan információ, ami egyébként meg magyar konyhának sajátossága. Ezek a fermentálások, sonnyítási eljárások, az alapanyagoknak az eltevése és későbbiekben újra felhasználása, hát ez magyar konyhának ez mindig sajátossága volt. Az abálástól kezdve a konfitálásig, ezek mind... Nem az abálás, az abálás. Abálás, mert tudom, hogy te rögtön erre gondolom. Nekem sajátosságom az is, igen. Ez Roland sajátossága. De hogy a magyaroknál tényleg ez megvan, és hogy egy kicsit így háttérbe szorult, mostanában kezdem én is észrevenni, hogy egyre többen savanyítanak, de otthon is, tehát hogy ez átitatódik szépen a hétköznapi felhasználásra is. Igen, mert ez egészséges dolog. Szóval a fermentálás az nem csak azért jó, mert kapunk egy nagyon jó savanyú ízt, hanem ez egészségi emésztéstől kezdve ez egy jó dolog a szervezetünknek, hogyha ezt így esszük meg. Szóval a kovászos kenyér is egészségesebb, mint mondjuk az élesztővel készült. Ugyanez a fermentált dolgok sokkal jobban tesznek ezek az enzimek a gyomornak, jobban tudunk emészteni. Szóval ennek megvan az egészségügyi oka is, és hát van persze egy divat hulláma is az egésznek, de ez a dolog, ez találkozik valahol, és a divaton túlmutat, és be tud épülni a
a hétköznapokban, akkor lesz valami a sajátunk. Egyébként az, hogy egyre felkapottabb lesz, hiszem a gasztronómia, mint olyan egyébként, a fine dining, a sok egyéb dolog, az most nagyon-nagyon felkapott, nagyon divatos. Ezt érzitek például a szakmán belül úgy, hogy mondjuk egyre többen jelentkeznek, egyre többen akarnak szakácsok lenni, tehát hogy jönnek a fiatalok, hogy vonzó számukra ez a pálya, vagy egyelőre még ennek ilyen fajta hatása nincsen, mert azt gondolom, hogy egyébként nyilván fontos, mert te is említetted, hogy azért minden egyes ilyen sikeres étterem mögött egy csapat áll. Én nem vagyok nagy hív ezeknek a főzőműsoroknak, és egy dolog miatt csak. Nagyon furcsa képet ad arról, hogy hogy lehet valaki sikeres a szakmában. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy ezt, ha valaki szakmát választja, ez még ekkora melóval és munkával jár. Nem, ne adjunk hamis képet arról, hogy ha az ember szerepel egy műsorban, akkor onnantól hátradőlve dől a pénz, és akkor ez kevés embernek sikerül, van, akinek nagyon jól sikerül, nagyon jól megy, de lássuk be, hogy ez egy alkat kérdése, és erre nem mindenki alkalmas, hogy celebként viselkedjen. Azt, hogy valaki séf akar lenni, komoly szakember akar lenni, abban nagyon sok munka van benne, és nagyon sok munkát kell beletenni hosszú távon is, meg a napi szinten is. Úgyhogy ez nem csak egy fizikai, ez a szellemi munka párhuzamosan. Jó, hát a tévében, amit látsz, az nem feltétlenül a realitás, mert nem tudom elképzelni például a Pesti István urat bent hátul a konyhában, hogy egy, mesztelenül tevékenykedik, mint a Naked Chef, ugyebár, mert erre is volt példa a Britanniában, vagy hogy folyamatosan reggeltől estig torka szakadtából üvölt, mert a Gordon Ramsay meg ezt csinálja. Szóval nyilván azért a médiának van egyfajta ilyen szerepe, ott kicsit igen, de a fiatalok számára vonzóvá teheti az esetben ezt a pályát. De nem feltétlenül erről szól. Tehát, hogy nyilván feszített munka zajlik nálatok is, de ez mégse így néz ki. Hát igen, ez, és ez a lényege, hogy van egy nagyon szép szakma, ami nagyon, én tényleg elfogult vagyok az egésszel, de látom azt, hogy mennyi munkával jár, és hogy amikor az ember szembesül azzal, hogy ezt az információért mennyit kell tenni, akkor elbizonytalanodik sok ember, hogy ez, ja, akarok én ennyit ezzel dolgozni, akarok ennyit ezzel foglalkozni, és akkor onnantól van az, hogy ja, hoppá, én nem akarok azért ennyit dolgozni, azért nekem van életem, azért szeretnék azért élni. Igen, ez egy életforma. Mindig elmondom, hogy ez egy életforma, aki ezt választja. Ez nem olyan, hogy hazamegyek délután 4-kor, és akkor onnantól megszűnik az egész. Ez, én 0-24-ben konyafőnök vagyok, engem bármikor el kell, be lehet érni. Nekem az a foglalkozni, hogy pontosan az a foglalkozom, hogy az ételekkel, az étteremmel és egyéb velejárójával az étteremnek, ami ezzel jár. Úgyhogy... De szenvedéllyel kell szeretni, ugye? Ez nem is szakma, ez hivatás neked. Így van, azért mondom, hogy ez egy életforma, szóval hogy én ezt, nekem része az életemnek, ezt nem tudom úgy, hogy letenni, amikor becsüljük az ajtót. Én otthon is, meg útközben is ezzel foglalkozom félig meddig. Volt már ilyen telefonhívásod? Hé, főnök, sürgősségi beavatkozásra van szükség a konyhában. Biztos, hogy el kell, hogy érjenek téged. Figyelj, arra gondolok, itt az információra utaltál, hogy ez egy folyamatos tanulás. Mert ha van szakma, amiben ez a lifelong learning érvényesül, akkor ez például tipikusan az, mert hogy itt folyton változnak a dolgok. Te is szeretnéd bővíteni a repertoárt, kísérletezni, hát ez végtelen kísérletezés van, gondolom. Na de hogy akkor neked is vannak ilyen befolyásoló, ihlető tételek, és a gasztronómiában más egyéb kultúrákat is bevonsz. Itt ugye a japán konyháról beszéltünk, amit nagyon szeretünk, skandináv, ugye, hogy az egyre jobban jön be Magyarországra is, hogy azért ezeket lehet és kell is bátran használni, nem? Hiába magyar konyháról beszélünk. Ezek a skandináv konyh is egy olyan trend, amiből hasznosan kell tudnunk kijönni. Mi tudatosan a gurmé étteremben nem akartunk egy skandináv ihletésű konyhát csinálni, pont amiatt, mert ez is egy trend, mint ami volt régebben a molekuláris gasztronómia, amiben szintén mi is annól másik korábbi munkahelyemen belecsúsztunk, teljesen normális módon, hiszen akkor ez volt a menő, ez volt a trendi. Mi szeretünk volna olyan éttermet létrehozni, ami trendektől is, és mindentől független úgy, hogy mi is nem akarunk csukott szemmel elmenni a dolgok mellett. Mi is próbáljuk beépíteni a életünkben, éltünk be ezt az egész dolgot, de hogy tényleg azt gondolom, hogy tudatosan nem direkt behasználva, inkább azt mondom, hogy egy ilyen divatmentesen kezelni. Én azt gondolom, hogy inkább közelebb állunk mi azaz az osztrák típusú éttermekhez, amelyek folyamatosan adott szinten, adott minőségben működnek 15-20-30-40-50 éve.
Nyilván itt ugye folyamatosan kell célokat kitűzni. Jelenleg, hogy ha a közeljövőt nézed, akkor mondjuk nálatok a Platánban mik azok a kitűzött célok, amiket szeretnél elérni, mondjuk egy-két év múlva, te mivel lennél elégedett, hogyha milyen további fejlődési ívet tudnátok leírni? Előtt beszéltünk, hogy a magyar konyhát valahogy megmutatni, olyan minőségben, olyan tudatos módon felépítve, hogy ezt el lehessen hozni egy külföldi embert, hogy na, akkor itt kompletten egy magyar konyhát tudom mutatni egy olyan modern köntösben, vagy a modern minőségben, és olyan színvonalon is, ami világon nagyon sok étterem, egy olasz, egy baszk, egy spanyol, egy francia, de akár lehet Ázsia is, vagy egy skandináv is, ahol azt mondom, hogy na itt most meg tudom mutatni bárkinek világon, hogy mit jelent ma a magyar konyha. Én ezt szeretném elérni, plusz olyan éttermi élményeket szeretnék valahogy elérni, amitől egy komplex olyan utazást tudunk tenni, ami nagyon sok olyan izgalmas, interaktív dolog van benne, amitől az egész olyan még sokkal felfokozottabbá tudjuk tenni. Ez olyan HR-es kérdés volt részedről. István, hogyan látod magad 5 év múlva? Ez körülbelül olyan volt, igen, csak. De erre elég konkrét választ kaptál, és a feladat viszont nagyon szép, ez egy komoly kihívás. Hát én általában ilyen tényleg én 5 éves, mint régi rendszerben, 5 éves. 5 éves tervek. 5 éves tervek na, vannak tessék, bennem. Én annól is idejöttem, hogy 5 évet adtam annak, hogy dolog ez kiforjon, és szerencsére ez ki is ford. Mondom, sok munka, sok vita, sok veszekedés van benne, de tudatosan nem hagytuk magunkat elterelgetni arról a irányról, amit én ezt láttam, mondom a fejemben, és nem tértünk le erre az útról, és mondom ezt, hogy meg tudtuk valósítani azt, hogy van itt egy olyan minőségi finding étterem Matatán. Ez senkinek fejében nem volt benne rajtam kívül. Ezt én láttam, tényleg nem akarok túlozni, hogy ez tényleg ez benne volt az én fejemben, hogy ideig el lehet ezzel jutni. És még mondom, amit mondtál, hogy tanulás folyamatos, tanulás az egész. Itt aki lemarad, az kimarad. Nem lehet hátradőlni, ez egy folyamatosan, én is mindig mondom, hogy tanulom a szakmát napról napra. Úgyhogy ez is soha meg nem tanulható szakmát. Jó, hogy makacs voltál, látod, makacsnak érdemes lenni, mert akkor egy ilyen szép kitartó munka után akkor ez a következmény. Akkor arra mesélj már még így zárásként, hogy akkor mikor kell izgulni, szurkolni? Mikor derülnek ki dolgok? Mert ugye most van némi aktualitása ennek a Michelin csillagdobálásnak. Köszönöm. Igazából nagyon kettőség van benne, mert ugye minket nagyon szeretnek emlegetni, hogyha lesz vidéken Michelin csillag, akkor a Platán gurmi az erre esélyes. Én ezt nagyon óvatosan merem csak így mondani. Én az én fejemben azért sok kétség van, úgyhogy amellett, hogy tudom azt, hogy milyen minőséget tudunk képviselni, de azért az ember nem hiheti el magára, hogy mi most milyen tutik vagyunk. November, azt hiszem 3-án, ha jól, még nem kaptunk erőértesítőt hivatalosan, lesz a dolog hirdetve, úgyhogy ez egy 2 hét múlva lesz. De hát nem tudom, itt nagyon jó lenne, hogyha vidék is egy pár hely azért úgy be tudna húzni egy csillagot, mert nagyon kell, hogy megrissítsük ezt a vidéki gasztronómiát, is hagyunk arra tényleg egy ilyen irányt, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hogy ez nem csak egy ilyen múló szeszély ez a vidéki gasztronómia, hanem egy valós dolog, ami meg tud maradni. Ez szuper izgalmas. Na, kíváncsian várjuk akkor tényleg, hogy mi lesz ennek az eredménye, mert ha valaki tudja, hogy hogyan kell egy Michelin csillaghoz hozzájuttatni egy étteremet, akkor az te vagy, mert hogy ez már sikerült. Ugye nagyon-nagyon szeretnénk látni, hogy előbb-utóbb például tényleg akkor itt vidéken is érvényes, itt, nem máshol vidéken, itt Tatán érvényesüljön. Nagyon örülünk, hogy tudtunk beszélni, és külön köszönjük, hogy bejöttél ide ma hozzánk. Én köszönöm, hogy meghívtatok. István, nagyon-nagyon jó munkát kívánunk akkor az egész csapatnak. Ugye Pest István séffel beszélgettünk leginkább a vidéki éttermiségről, a változásokról, a gasztronómiáról, a Michelin csillagról. Ő ugye a Tatai Platán étterem konyhafőnöke. Forrás Rádió. Mindig veled!